föl legenda változatban, de az arany legendában az, hogy hát igen, ő az egész világot képviseli. És erre tudja meg, vagy ebből a szövegből, meg hát a tapasztalásból Kristóf, hogy na most a világ urával találkozott. És akkor innen jön az ő megtérése, a legendája, amit aztán szintén ábrázolnak itt Hattulában is, Lochjában is, más helyeken. És az már a kínzatásának a történetet, az nem tartozik közvetlenül a mostani beszámolóhoz. Na most, ami leolvasható, tudnék, ebben tulajdonképpen az a fényre éledő üctörténet, nem tudom, emlékszünk-e még a címre. Most mi ebben az üctörténet? Hát ne felejtsük el, hogy végig két halon áll kettőn, nehogy valakinek véletlen a halak világkorszaka eszébe jusson. Átmegy rajta egy hullámzás, nehogy valaki erre gondolja, hogy a vízöntő és a halak együtt hat. Az ember óriás lett, minden, ami belőle fogható. Tehát soha ilyen fizikai értelemben, még csak nem is biológiai, mert nekem már az a benyomásom, hogy jelenleg már nem is biológiai lények, hanem biorobotok dolgoznak a világban. Teljesen az a látszat. Tehát már nem is mondhatom, hogy biológiai értelemben óriás az ember, hanem fizikai értelemben. És ez azt jelenti, hogy óriás lett. Na most nagy kérdés, vállalja-e azt a jézusi tanítást, amelyik hát gyenge, kicsi, vállalja vagy nem? Na most egy darabig neki kell vinned, vállára veszi, nem tudom érthető-e. Na jó, de ez latinul nem jelent semmi. Tehát furcsa módon bizonyos nyelvekben a váll és a vállalás az összefügg. Nem csak a magyar nyelvben, hanem velünk rokon keleti nyelvekben. És például a csuvasban ugyanezt jelenti. De azért mondom a csuvast, mert ott konkrétan tudom. Tehát valószínűleg török nyelvek egyéb, mert a csuvas is török nyelv egyik ágához tartozik. Tehát valószínűleg ebben a vonulatban, ami a tényleges rokonsági vonulatunk, hát abban jelen van ez a váll és vállalás összefüggése. Na igen ám, de ahogy megyek bele a vízöntőbe, egyre inkább, kiderül, hogy iszonyú ez a vállalás. Hát ne felejtsük el most saját tapasztalatból, tessék megmondani. Nagyon könnyű vállalás az, ha jelenleg ma Jézust vállaljuk? Biztos, hogy ennek a tudatában, ha ezt megtudja a főnököm, akkor átölelés és fizetésemelést ad? Hát fenét, hát úgy rúg ki, hogy a lábam nem érje. Tehát nagyon egyre nehezebb, ahogy megyünk be ebbe a korszakba, egyre súlyosabb tehertételként fog jelent. De ha nem vállalom, mert kidobhatna, ledobhatná. Onnan viszont már ő visz tovább. Tehát a felétől ennek már ő visz tovább. És ő visz ki, nem én viszem ki őt a túlpartra, ő visz ki engem. Nem tudom, követhető volt-e, de rendkívül fontos tanulság. Nem véletlen, hogy mindegyik templomba megjelenik. Olyankor is megjelenik, amikor szinte csak körvonalrajzban adják a figurákat. Tehát például Pühtében. Azt ott már nem fogom bemutatni, mert minden helyen nem fotóztam le, illetve meg lefotóztam, nem mutatjuk be. Tehát ennyi. Na most nekünk van egy külön tanúsága. Ezt, amit eddig elmondtam, ez benne van a könyvben. Sőt, tehát még ezen túl is. De vannak dolgok, amiket én nem írtam be a könyvbe. Megmondom miért nem. Ezt a könyvet fordítják már finnre. Na most... Nem akarok olyan dolgokat egy ilyen könyvbe bevenni, ami még nekik túl erős. Egyelőre örüljünk annak, hogy a finnugor őrületnek a babaruháját már bedobták. Tehát a finnek már nem vállalják a finnugor rokonságát, ez már óriási eredmény. De ne próbáljunk azért, ez ténykérdés, ez már jó néhány éve így van. Tehát ezt bennünk nem közlik hivatalosan, tehát az akadémikus nyelv és arra épített őstörténet, az nem vesz erről tudomást. Úgy tesz, mintha még mindig a nagy család együtt volna. A nagy család, ami így sohasem volt család. Tehát ez egy fiktív dolog. Na, tehát minden esetre viszont nekünk meg azt kell tudni, és erre megint konkrét bizonyítékok vannak, hogy ez az óriás, ez nálunk, tehát tudjuk, hogy az óriás alakja, az nálunk Orionban fogalmazódik meg. Orion pedig Nimrodot jelenti. Nem mi neveztük el Nimrodnak, tehát az Orion, mint csillagkép, az ókorban egyértelműen Nimrodnak neveztetik. Na most, ezt minden csillagászat történeti műben olvasni lehet. Tehát Ponori török Aurélnél, ugyanúgy, mint
Teres Ágostonnál, tehát ezek a fő ide vonatkozó szakmunkák, mindegyik leírja, becsületesen, tisztességesen. Tehát nem, na most ez azt jelenti, hogy ez az óriás, ez nekünk bizony Nimród. Na most akkor ki a Krisztus hordozó? Tehát ez egy nagyon nagy kérdés, mert ez az út, ez nem az Ószövetségen keresztül vezet a Jézus történethez. Ez a szkíta kereszténységen keresztül vezet. És ez nem ugyanaz az út. Egészen más az erkölcsrend, egészen más. Ez nem azt jelenti, hogy az ember most elkezdi köpködni azt, aki a másik úton, mert dehogy, menjen, ha az az ő útja, menjen rajta. Hogy hova fog eljutni, az egy más kérdés. De nincs lezárva az az út. Teljesen szabad. És senki nem gúnyolódik rajta, az az ő útja. De nekünk van egy külön útunk. És ez nem olyan dolog, hogy addigig már persze, már most az Atya Isten is magyar volt. Hát drágám, ha te ennyit látsz belőle, hát akkor nincs miről tovább beszélni. Itt nem erről van szó, teljesen nyilvánvalóan nem erről van szó. Na, minden esetre a mellette lévő, az körülbelül mutatja most már azokat a fő erényeket, amikkel ezek a templomok jeleskednek. Hát az egyik az, hogy amiket együtt látunk egy adott nézőpontból, azok bizony összetartoznak. Ezt mi úgy felejtjük el a hazai emlékeknél, meg a nyugat-európaiaknál, hát ahogy tanítottak bennünket. Tehát amik egyszerre látszanak, azoknak van közös beszédjük. Most ezt nem minden esetben fogom, mert akkor tényleg holnap utánig itt ülnék. Menjünk már is tovább. Hát ez a fő tengely természetesen. Most ez megint két különböző kép, elég jól látható. Nagyon lényeges, hogy az átlátást azt a szószékről feltétlenül hát kell, hogy megkapja a prédikátor, mert neki ehhez kell igazítani a prédikációját. Na most csinálhatnánk egy tesztet, hogy tegye fel a kezét, aki már megtapasztalta akármilyen templomban, hogy a szentbeszéd vagy egy prédikáció ilyen alapon történt. Pedig hát nálunk is vannak freskodiszes templomok. Tehát egyszerűen tragikomikus, hogy mennyire nem kapcsolódik a szavak által történő léleképítés ahhoz, ami a falakon van, vagy a mennyezeten van. Tehát egyszerűen döbbenetes, holott minden ott van, ami akár a év minden napjára, minden prédikációra elég muníciót adna ahhoz, hogy tartalmasat, odaillőt, és hát hogy mondjam, olyat, ami emeli, és nem pedig, hát hogy mondjam, szorongással tölti el a híveket. Jelenleg a legdivatosabb hát magatartás forma, megint úgy próbálok fogalmazni, hogy ne bántsak meg senkit, de valószínűleg mégiscsak meg fog történni. Tehát papok részéről az lehetőleg szorongjon a közönség. Tehát rögtön a bűnbeesés, eredendő, csinálhatsz, amit akarsz, te bűnös vagy. Na most, hát Jézus nem ebből indult ki, sehol nem látni a tanításában. Tehát itt azért vigyázni kell, mert akkor most tulajdonképpen milyen vallás ez? De hát említettem, kihagyjuk a fegyvert. Tehát lényeg az, hogy a szószéknek nagyon fontos az elhelyezése. Ez ugyan a képekhez képest másodlagos, de a helye az nagyon is elő volt készítve. Tehát ez egy késő reneszánsz, nagyon érdekesek egyébként a szószékek is, de most ezzel külön nem foglalkozunk. Na most mindegyik, benne van a könyvben, mindegyiknek konkrétan hogy függenek össze. Mehetünk már is tovább, én egynél fogom, vagy kettőnél részletesen. Tehát itt például egy ilyen keresztboltozatnak, az egyes ilyen gömb háromszögeiben, hát ez gondolom fölismerjük, ez a megkísértés. Tehát ez elég nagy, elég jól látható ahhoz, hogy fölismerjük és lehessen elemezni. Minden esetre jól lehet látni, ez az első számú megkísértés. Ez úgy szól, hogy változtasd a köveket kenyerekké. Most ez a legegyszerűbb. Mi általában itt bukunk el. Miért? Hát mert ez mai magyar nyelvre úgy fordítható le, hogy minden lényeges kérdésből alakítsál kenyérkérdést. Tedd kenyérkérdésé. Abban a pillanatban, jaj, akkor bocsánat, akkor nem. Na de hát itt szitták az anyádat. Na jó, de ha ezt kenyérkérdésé alakítom, hát végülis a főnököm szitta, hát akkor jó van, elnézzük neki. Na jó, de a magyarságodban is szidott. Na jó, de hát kenyérkérdésé teszem, nekem van két unokám, hát szóval, akkor mégse. Na jó, de most éppen farba rúgott az előbb. Hát a kenyér kérdését teszük. Tehát minden, tehát
az, hogy egyáltalán kit választ meg, bár ennek most semmi jelentősége nincs, mert mint tudjuk, nem népszavazás, sem gépszavazás történik, tehát semmi köze annak. Na de ha népszavazás lenne, akkor is. Kenyérkérdéssel alakítja, melyik ígért többet, arra szavazok, kész. Tehát mindent, ami lényeges kérdés lenne az életben, kenyérkérdéssel alakít. Na most, aki itt elbukott, annak teljesen fölösleges már a második, meg a harmadik kísértést elmondani, mert gyakorlatilag itt bukik. Na most a második pedig fölviszi a gonosz, ugye a sátán a templom tetejére, és akkor mondja, hogy ugorjál le, mert megvan írva, hogy majd az angyalok jönnek és fölfognak. Na most erre hogy lehet válaszolni? Az elsőre hogy válaszolt? Nem csak kenyérrel él az ember. Na most jelenleg egyszerűen nem hallani ezt az érvet. Nem hallani, de ki fognak rúgni. Na és? És ki fognak rúgni? Hát vagyunk egy pár millióan azért még ebben az országban, hát tudjuk egymást segíteni. Ja, hát hogy a gazdagok se segítik a szegényen, majd amikor őket rúgják ki, majd rájönnek. Tehát előbb-utóbb azért mindenki a disznóvájújánál lesz, csak azért, mert magyar. Tehát előbb-utóbb meg fogja tanulni, hogy csak egymást segítve tudunk, mint magyarok túlélni. Hát most ebben vagyunk benne. Na most, ha valaki minden áron el akar jutni a disznóvájú, hát ám tegye. Hát már röfög, hát hallom. De vannak olyanok, bizony én is ismerek olyat, aki rádöbbent, hogy igen, gazdag vagyok, magyar vagyok, vállalom nem csak a gazdagságomat, hanem a magyarságomat is, és kötelességemnek tartom. Kutya kötelességemnek körülnézek, és ahol értéket látok, azt segítem. Aki értéktelen, az csak hadd sírjon. Mert az bizony le fog selejteződni. Tehát bármennyire is sajnálja az ember, de hát Noé se tudott mindenkit bevinni a bárkába. Aki magától jelentkezett, az igen. Aki gúnyolódik, hát gyerekek, eljön az idő, bezáródik a bárka, utána már hiába kaparáztok, nem fog tudni bemenni. Tehát lesznek bizony, sajnos lesznek. Már lehetlen az ember, megy az utcán, és tényleg sajnálkozva látja, ez biztos már nem fog túlélni. Ez biztos, hogy nem fog. Ez se fog. Tehát megnyilatkozásokból, már tulajdonképp gesztusokból, sőt arckifejezésből már lehet látni. Na most minden esetre az elsőnél nagyon fontos tudni, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Másodiknál már a kísértés az nem evés-ivás szintjén van, hát ez a bikának a szintje, tudjuk nagyon jó. Második a szűznek a szintje. Az mit csinál? Az, hogy meg van írva. Na most ezt hogy lehet visszautasítani? Úgy, hogy én is ismerem Lenin összes műveit, és ha ő abból idézett, én is abból verem vissza. Nem tudom, érthető-e? Tehát ezért kell bizonyos szintig igenis megismerni. És akkor mondja, hogy de az is meg van írva, hogy ne kísérsd az Uradat, a te Istenedet. Érthető? Tehát nem lehet másképp, itt nem lehet kenyérkérdésre visszavinni a dolgot, és nem lehet másképp se, hogy de nekem kardom van, és most lenyiszálom a fejed. Tehát itt a maga csatornájában kell válaszolni. Minden kísértésre. És végül a harmadik, hát ez itt a kerekvilág. Tehát ő fölviszi egy hegyre szépen, és megmutatja neki, ez mindet neked adom, ha leborulva imádsz engem. Most erre már felelni sem szabad. Tehát egyszer elküldeni. De úgy, hogy egyetlen mozdulatta. Tehát még mérlegelni. És ezeket már megbeszéltük korábban. Tehát itt csak az az érdekes, hogy a kettő majdnem fölcserélhető. És ez nagyon lényeges dolog, mert áthat az egyik a másikba. A legveszélyesebb, amikor a bak és a szűz együtt dolgozik. Mindegyiknek megvan a maga nemzet is képviselete. Hát a bakét gondolom ki lehet találni. Tehát ez a félig nyúzott bakkecske, ez a hazudós kecske. Na most őt legalább az fölmenti, hogy ő a legsötétebb, tehát legfényszegényebb, legsanyarúbb időszaknak a képviselője. Tehát egyszer nem tud mást, mint tőlem elvenni. Na most ha én nekem bőven van, akkor egy határig megengedhetem. Tehát amíg nem lényeges értéket akar felszámolni, addig az ember lehet elnéző, de utána már nem. És főleg, hát előre kell tudni, hogy így fog viselkedni. Na de mikor ezt a szűz fölerősíti, és észérvekkel megtámogatja, az tényleg veszélyes. Az nagyon veszélyes.
Tehát amikor Csontvárinak annak idején elemezgettük, még a Mit ér az ember, ha magyar sorozaton belül, volt egy ilyen, hogy a nagyistenség Csontvárinál és a Tasszili fennsíkon. És ott már jeleztem, hogy amikor a legveszélyesebb helyzetet jelöli a zarándoklás a cédusoknál Ivanoma című képbe, akkor az a bak és a szűz együtt hatása. És ott lesüllyed, ott nincs mese, ott egy mocsárba így. Tehát, és az a legbaloldalibb magatartásforma. Tehát ilyenkor mindig a képen a főszereplőnek a balja jelenti a balt, nem a szembeálló nézőnek a bal keze. Tehát ez nekünk, mint nézőknek a jobb kezünk felé esik. És ott lehet látni, hogy gyönyörűen süllyed bele. Azt nem lehet megmenteni. Azt tényleg. Na tehát ez. Na most tessék kitalálni, ki van velük szemben. Tehát pont ezzel a végállapottal, tehát aminél nincs több érve a sátánnak, mert egyszer elküldik. Ezzel mi kerül szembe? Ez megint nagyon lényeges. Tehát ha én itt tudom, hogy a baknál vagyok, mert itt az a karrier, ugye ez a baknak a mesterszava, karrier. Valósítsd meg magadat. Bármi áron. Tehát a többi nyilvánvaló a többi rovására. Tehát mi van vele szemben? Hogy tud egyáltalán ez emberi hát környezetben működni? Hát hogyha a vízöntő feloldja. Nem lehet másképp. Tehát ez egyetlen reménység, és ez meg is történik. Tehát ez a vízöntő paradoxon, hogy mondjam, üttörténeti jelentősége. Máskülönben kész, vége. Na és mi történik itt? Hát ez a samáriai asszony. Na most ez több rendbelileg fontos. Először is tudjuk, hogy Szamáriának, vagy lehet Szamáriának is mondani, hát a lakói kik voltak? Hát nem annyira, hogy is mondjam csak, mint ahogyan. Hát ez maga Jézus, pontosabban neki a szamáriai asszony mondja el, hogy ti és zsidók, hát ti tulajdonképpen le kell, hogy nézzetek bennünket, szóba se állhatnátok velünk. Ebben azt jelenti, hogy ők nem zsidók voltak. Na most akkor hol van az üdvösség forrása? Mert ott van, ebben a kútban. Tehát ez már megint nagyon-nagyon lényeges dolog. Hát ez maga a szkíta népesség, akiket a kitelepített zsidók helyére, vagy nem is kell betelepíteni, mert ős lakosok. Tehát nagyon lényeges, ez egészen más etnikum. Tehát ezzel azért elég sokan foglalkoztak, ez nem egy badiniósnak a hobbija. Hát itt azért Zajti Ferencre hadd utaljak, a Zsidó volt-e Krisztus című könyvre. Tehát, de hát mások is, hát ők maguk is hivatkoznak már. Sőt, kifejezetten héber szerzők, most remélem elég finoman fejeztem ki magam. Tehát azok is leírják, tehát ez nem titok, csak nem merünk belőle következtetéseket levonni. Tehát bizony ebből a kútból származik. És hiába parázna, mint kiderül, az a nő, aki ott a vizet adja Jézusnak, hiába bizonyítja ezt rá Jézus, itt élő vízről van szó. És azt ő maga adja. És ebből a környezetből adja. Tehát minden esetre nagyon fontos, hogy együtt tudjuk látni, és aztán melyik mellett milyen jelentek vannak. És, tehát kik? Itt van ugye a Szent Mauritius, ez a néger, vagy szerecsen szent, ez a sötétségnek a képviselő, itt pedig egy másik, ez Lénárdnak a festett alakja, ő meg a börtönben lévőknek a védszentje. Szent Leonárd vagy Lénárd. Itt viszont a fény van, látjuk. Tehát közvetlenül az ablak mellett. Na menjünk akkor tovább, mert nagyon fogy az idő. Na most a fénynek döntő szerepe van. Ezt, amiket én itt elmondok egyébként, ezt a finn hát művészettörténész társadalom valószínűleg ugyanolyan bizalmatlanul fogja fogadni, mintha ugyanezt a magyar anyaggal kapcsolatban mondanám el, hát a hazai. Itt azért azt minden rossz szándék nélkül el kell mondjam, hogy hálózattal állunk szemben. Tehát egy finnországi művészettörténész közelebb áll egy hazai művészettörténészhez, egy ittenihez, mint a saját népéhez. Ugyanígy egy magyarországi, szándékosan nem magyart mondok, tehát egy magyarországi művészettörténész közelebb áll mondjuk egy Stanford Egyetemen, Amerikában dolgozó kollégájához, ha ott egyáltalán van művészettörténet tanszék, mint a saját népéhez. Sőt, ha fölmerül ez, hogy a saját népéhez is valami talán kellene, hogy kösse, dühötten tiltakozik.
Tehát ha egyáltalán fölmerül ez, hogy magyar művészet, legalább ezt a jelzős szerkezetet nem kéne néha használnod. Ilyen nincs, hogy magyar művészet. Hivatalos nyilatkozat, szándékosan nem mondok nevet. Hát aki olvasta, mert hát nem nagyon tudta nem olvasni, mert ezeket azért közzé teszik. Hát azt pontosan tudja. Az illető az akadémia elnök helyettese. Lehet, hogy ma is, tegnap még az volt. Tehát ezt csak azért mondom, egy ilyen szöveggel föl lehet jutni az akadémia elnök helyettesi szintjéig. Ha én azt mondom, hogy de még mennyire van magyar művészet, és nagyon, nagyon jó lenne fölfigyelni rá, mert itt van bizonyos jövőbeli szellemiségnek ma már egyedüli, hát hogy mondjam, hát megújulási forrása. És ha ezt semmisnek veszük, miből fog megújulni? A németből? A románból? A svédből? Biztos, hogy a románból. No, tehát ezt csak azért mondom, mert nehogy azt higgyük, hogy ezt most ilyeneket, ilyen felvételeket ki lehet másolni mondjuk finnországi templomismertető műsorokból, vagy akár könyvekből. Semmi nyoma nincsen. Úgyhogy nagy kérdés, hogy hogy fogják fogadni egyáltalán ezt a lefordított változatot, egyáltalán ki fogják-e adni? Nagyon nagy kérdés. Hát ilyen szempontból még soha ezeket nem tárgyalták, sőt, ilyen együttesben sem, pedig ez egy tényleges együttes. Ami nem tartozik, 11 templommal fogunk foglalkozni, 12-re csak rá fogok mutatni, ott ugyanis nem jártam. Tehát arról is lehetett volna írni, de ott nem jártam. 11-ben jártam. Na most a lényeg az, hogy rengeteg templom van ezen kívül, majd egy párat mutatok is, teljesen más formarend. Teljesen. Tehát ez egy zárt csoport. Na most itt nem tudom érzékelhető-e, jön a fény, természetes fényjárás, és ez a táborhegyi transfiguráció. És már még 2 percet ott tartózkodtunk volna, de szándékosan nem azt a képet hozom, és telibe találja. Na most ez a transfiguráció. Tehát amikor a fény Krisztusság tényleg magából a teremtő központból kapja visszaigazolást. Na jó, de ezt ide kell festeni. Ezek nem kapnak ide, hiába jönne, nem tud följönni a fény. Tehát hiába festetném ide, vagy ide, vagy ide, ezek is fontos képek, nem tud oda fölmenni a fény. Mehetünk tovább. És akkor ez az utolsó hattulai képünk, hát itt maga a Szent Háromság. És az az érdekes, ez az ablaknak a keresztje gyönyörűen fedésbe kerül ezzel a kereszttel. Tehát tulajdonképpen 3 kereszt jelenik meg. Az ablak, tehát a fényt tagoló kereszt, mert az ablak keresztje az azt tagolja. A Szent Háromság Krisztusának a keresztje, és ez a behelyezett kereszt. Na most itt lehet látni, hogy milyen korszak határon vagyunk. Ugyanis ezen nem inri a felirat, hanem héber betűkkel van fölírva. Itt pedig Mózes történet, látjuk a érckígyónak a története. Tehát ebben a templomban igaz, hogy az üdvtörténet sok tekintetben még tisztábban jelentkezik, de ez már judeokrisztián. És ugyanezt fogjuk majd látni Lohjában. Ami nem azt jelenti, hogy tehát alacsonyabb rendű, hanem tehát már ilyen szemüvegen keresztül nézi az üdvtörténetet. Tehát itt történik egy váltás. Mert viszont azok, amiket látni fogunk a vízszintes vonalban, tehát a királyi út mentén, ez nem a királyi út mentén van, ezt láttuk, ez jóval magasabban, északabbra van. És Lohja sem, az meg megint csak egy kicsit magasabban van, mint a királyi út. Tehát itt már belépett. Viszont ugyanakkor még egy olyan energiaáradásnak tanulni vagyunk, amit mindjárt Lohján részletezni fogunk. Kérném a következőt. Tehát Lohja. Lényegében ugyanaz a